Köszöntöm a Mezőtúri Városi Televízió nézőit! Önök az Art Kultúra nevű magazinműsorunkat látják. 2017. szeptember 15-e péntek van, a pontos idő pedig 20 óra. Nézzük a mai műsor tartalmát! Idén is megemlékeztek a mezőtúri kubikusokról. Városunkban. Nem csak tiszteletünket róhattuk le irántuk, de többet is megtudhattunk erről a hagyományról, amely 150 éves múltra tekint vissza. Az Újvárosi Hagyományőrző Klub szervezi a koszorúzást évről évre. Herceg Antal megszólalt az Art Kultúrának a rendezvénnyel kapcsolatban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mezőtúrváros önkormányzata nevében köszöntöm Önöket a kubikus napi megemlékezésen. Mezőtúrváros önkormányzata második alkalommal rendezi meg a megemlékezést, amelynek már nagy hagyománya van városunkban. Az Újvárosi Hagyományőrző Klub immár 13 éve minden év szeptemberében feleleveníti a kubikus hagyományokat. A megemlékezés jelentőségét pedig mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Mezőtúrváros önkormányzata ezt a rendezvényt is a városi megemlékezések sorába emelte. A folytatásban felkérem Herceg Antalt, az Újvárosi Hagyományőrző Klub tagját, mondja el emlékező gondolatait. Tisztelettel köszöntöm a Mezőtúrváros önkormányzata és a Hagyományőrző Klub nevébe 13. alkalommal megrendezett kubikus szobor koszorúzásán megjelenteket. Jelen megemlékezésünk 150 évre tekint vissza a kubikus világra. Munkájuk végzéséhez nélkülözhetetlen volt a kubikus talicska. 1867-ben fogadták el a kubik köbmétert. Ez alapján történt a teljesítmény elszámolás. Fogalmát már a 800-as években ismerték angol, német és magyar forrásból. A munkadók nem minden esetben fogadták el az itt látható kubikus talicska űrtartalmát. Ezért szabványosították. Fából ácsolták össze, rakterülete 1/14 század kubikköbméter volt. 1880 és 90-es években terjedt el egy szélesebb mértékegységű kubikus kordély. Hátrabillenős puttony, fából készült, lovak húzták. Ezt a szállító eszközt a közúti gépesítésnél alkalmazott a Dömper ítélte halálra. Fejlett szabványosított talicskát szentesen készítették, teseálló, jó súlypontú, könnyen billenő szállító eszköz. Délalföldi kubikusok a talicska több helyi típusát és változatát használták. A magyar mérnökök az 50-es években nem csak Európába, hanem Koreába is megismertették a kubikus talicska fajtáit. A kubikusoknak is voltak vidám percei. Kubikolás közben szerelmi, vándor és bordolok többségében éppen a talicska tolásról van szó, de önálló munkadal is foglalkozik vele. Idézem. Nyikorog a talicskának az agya, öreg kubis nehéz földet rárakja. Feltaszítsa a körös part tetejére, hogy ne legyen szárad a koszt ebédje. Több ezer kubusok közül emlékezünk Simon Andrásra, Sejmes Lászlóra, Bészabó Bálintra, Pap Istvánra, beceneve Mérges, és idős herceg Antalra, Kordésra. Bízom benne, hogy a jelenlevők segítenek megőrizni a kubikus foglalkozás múltját. Tisztelettel megköszönöm jelenlévőknek, hogy hagyományássá vált kubikus szobor koszorúzásán részt vettek. Az emléklap átadás közösségi ház nagy termébe kerül sor. Oh,
Megköszönöm a színvonalas műsort az Újvárosi Hagyományőrző Klubnak és a Mongol Agrár Népdalkörnek. Tisztelettel felkérem Tóth Tamást, a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság mezőtúri szakaszmérnökségének képviselőjét, mondja el gondolatait. Tisztelt emlékezők! Az elmúlt évek során sok érdekesség elhangzott már a magyar kubikusokról és azokról az óriási munkákról, amelyet elvégeztek. Most egy mellékesnek tűnő, de mégis lényeges dologról, a ruházatukról szeretnék beszélni, hiszen ezeknek az embereknek az időjárás minden viszontagságát ki kellett bírni. A kubikusok viselete az 1890-es évekig jóformán alig különbözött az alföldi parasztságétól. Fehér ringben, gatyában és a félcipőhöz hasonló rácbocskorban dolgoztak. Az ing valamivel szűkebb és hosszabb, a gatya pedig szűkebb és rövidebb volt, mint a parasztoké, hogy a talicskás munkában ne akadályozza őket. Mind a kettőt fel is tűrték, illetve bekötötték. Az 1890-es évek után tértek át a kevésbé piszkolódó és az előzőknél még szűkebb kékingre, gatyára. A bocskor továbbra is megmaradt, de a régebbi kapca helyett inkább kötött harisnyafélét húztak fel. Kurtaszélű kalap egészítette ki a viseletet. Legalább két váltás fehér neműjük volt. Egyik a kertén, kerítésen száradt, a másik a testén. Maguk mostak, vartak, vagy az ott tartózkodó kubikus asszonyok vállalták azt néhány fillérért. Hidegben, olasz eredetű ördögbőrből, erős, kemény és sima bársonyból, vagy a piszkot jobban tűrő bordás bársonyból készült pantallót és zakót, valamint bakancsot húztak fel. Vizes munkákon pedig zsíros marhabőrből készült úgynevezett barábel csizmát. Általános volt a báránybőr vagy kötött asztragán sapka. A csongrádiak például körben betűrték a tetejét és a szélét nem hajtották fel. A szentesiek hegyesen viselték, sőt ásónyi lemmény nyújtottak is rajta. A sapka a legritkább esetben került le a fejükről. Köszöntéskor csak odabögtek vagy megbillentették, még látogatáskor vagy hivatalos helyen sem mindig vették le. Takaróul a suba szolgált. Nem is volt kubikos, aki nem vitt subát, emlékeznek vissza erre az időre. Idegen nemzetségű vidékeken meglehetős feltűnést is keltettek vele, nem egyszer jó áron túladtak viseltes darabjukon, s otthon újat tudtak venni belőle. A munkán ünnepi viseletük nagyjából a tiszta hétköznapiból állott, de mellényt is tettek fel, a szentesiek csikófejes óraláncot, a csongrádiak pedig részveretes szíhámot tettek fel dísznek. Így álltak el mulatni is. Ha esetleg összekocódás történt, lehetett az bárhová való kubikus, de a kígatya odahúzta a másikat, és még mentette a társát az idegének tű. Mesélte egy idősebb csongrádi munkás. Egészen más volt az otthoni ünneplő, a parasztpolgári divatot követte. A szentesi kubikos fején fekete posztókalap, keskeny karimás teljesen csúcsos a kinyomba. A híresebbeknek ugyanilyen állású, de bordás bársony, velúr kalapdukát. Fehér neműjük anyag a vászon, de a polgári divat szerint csináltattak zefírből és puplimból is színes ingeket. Puha petőfi gallért hordtak, ez illett legjobban az öltözetükhöz. Nem vetették meg a kemény gallérokat sem, ezek azonban legtöbbször kaucsukból készültek. Mellényük fekete plüssből készült, nem volt mélyen kivágott, inkább magasan gombolódott. Erre fekete posztó kiskabátot öltöttek, de szabály volt, hogy gallérja nem ugyanabból a kelméből készüljön, hanem fekete bársonyból. Nadrágjuk csizmanadrág fekete posztóból, de hogy a gazdáktól különbözzenek, teljes kávé színű kész nadrágot vásároltak. Fekete bagária csizmájuk kemény szárú, magyarosan lekerekített volt, de a szegélyt nem zsinórozták úgy, mint a huszárok. Sarkát nőiesen hegyesre készítették, sarkantyút nem tettek rá. Felső téli kabátjuk fekete posztóból készült, mintás bársonnyal bélelt zeke, míg a helybeli gazdáké báránybőrrel volt bélelve. E mintás bársonyokat roppant mód kedvelték, különösen a papagájos, madaras és virágos anyagokat. Szentesen főként a galambfehér alapú barna papagáj mintákkal átszőtt bársonykelme terjedt el. Erre az öltözékre került egyetlen díszgyanánt a vastag ezüstlánc, omega vagy doxa órával a bal mellén zsebben. Jobbról pedig a szalonnás bicskát tartották,
amelyet szükség esetén fegyverül is használtak. Igazi fegyverük azonban a vastag görbebot volt, a balkanra akasztva. Rendszerint a bosnyákoktól vásárolták. A bosnyákok voltak a kubikosok házi kereskedői, tőlük szerezték be a bicskát, borotvát, tükröt, pénztárcát, fésűt, gyűszűt, cérnát és ollót. Volt olyan bosnyák, aki egész télen át a környéken tartózkodott, s elég jól megtanult magyarul. Nyáron követte a csapatokat munkahelyükre, és ellátta a cimboráit minden szükségessel. A kubikosok úgy öltözködtek, ahogy kerestek. Konjunkturális időben még olcsóbb ékszert is vásároltak, hogy a téli pénztelenség idején az zálogba vethessék. Az 1910-es évektől terjedni kezdtek az olcsó készáruk, de csak a két háború között váltak általánossá. Mind nagyobb teret hódított a nyári félmeztelen munkamód is, fekete klotgatya, mellzsebes tarkaink, hűvösebb időben sokféle trikó, pulóver, s hasonlók váltották fel a régi darabokat. Bocskor helyett is olcsó és többnyire saját gyártmányú szandálféléket húztak. A hűvösebb időszakok felső ruházata nagyjából változatlan maradt, legfeljebb a gumicsizma és a micisapka hódított mind nagyobb és nagyobb teret. Az általános pénztelenség miatt a suba is majdnem végképp elmaradt, ünnepre sem a régi kubikos viseletbe öltöztek, hanem egyre gyakrabban olcsó városi szabású ruhákba. És befejezésül egy Jókai Mór idézettel búcsúzom. Minden munkás előtt tisztelettel hajtom meg a fejem, de a tiszamenti kubikosok előtt levett kalappal haladok végig. Felkérem dr. Csellár Zsuzsannát, önkormányzati képviselőt, mondja el emlékező gondolatait. Szűröm ujja rongyos, cipőm óra sáros, nem fogad be engem se falu, se város. Kopott talicskámmal a világot járom, árok partján van az éjjeli szállásom. Kubikos legény, ha bemegy a barakba, azt kérdezi, van-e kenyér, szalonna? Nincsen kenyér, nincs szalonna, nincsen píz, mert a munkát elöntötte az árvíz. A kubikos legény elmondja imáját, egye meg a mérnök a vállalkozóját. Csak 16 krajcára köbméter ára, szegény kubikusnak nem jut pálinkára. Tisztelt emlékező közösség! Az előbbi idézettel egy lejegyzett kubikos rigmussal kezdem a mai megemlékezésünket. Ez sok mindenben enged következtetni a nehéz, kétkezi munkát végző kubikos emberek életére, akik a 19. század második felétől vándormunkásként egyszerű kézi eszközökkel nagy mennyiségű földet mozgattak meg folyószabályozásoknál, árvíz elleni védekezésnél, közút és vasút építéseknél, építkezéseknél. Ezek a földmunkások a kitermelt megmozgatott föld mennyisége után kaptak fizetést, innen eredt elnevezésük is. A kubikos munka a II. Világháborúig volt jellemző Magyarországon, és a vándormunkások jelentős része az Alföld déli részéről származott. Mezőtúról és környékéről is több ezren vándoroltak messzi vidékre, hogy kubikosként keressék meg családjuknak a mindennapi kenyeret, mert akik nem kaptak helyben munkát, azok gyalog indultak el talicskával, szerszámaikkal, akár Budapestre is. Itt a Teleki tér volt a gyűjtő és szerencse próbáló hely, ahonnan bandákba verődve vállalták a sokszor több hétig tartó munkát. Sovány keresetüket nagyon be kellett osztani, hogy abból a családnak is jusson, mert önmaguk ellátásaért is meg kellett oldaniuk. A vasárnapi pihenőnap arra szolgált, hogy esetleg szeretteiket meglátogassák, vagy ruhájukat tisztítsák, megvarják, és maguk is tisztálkodjanak. Hogy jobban teljen az idő a munkában, tréfálkoztak, személyes élményeiket osztották meg egymással, illetve mozgalmi dalokkal buzdítottak egymást, amelyek a családjuktól való elszakadás és önmagában a verejtékes kétkezi munkájuk nehézségeiről szóltak. Az 1870-es évek Vásárhelyi Pál folyószabályozási terveinek megvalósításában is jelentős szerepet játszottak az erős kubikos kezek, melyek milliós köbméternyi földet megmozgatva terelték helyes irányba a folyókat. Ezeket a hétköznapi hősöket Jókai Mór, mint Isten gyermekeit említette. A kortársaimmal mi már csak a történelmi könyvekből, illetve déd és nagyapáink elbeszéléseiből tudhatunk erről a komoly, embert próbáló munkáról,
és a közösségről, erőfeszítéseikről, végeláthatatlan küzdelmükről a család fenntartása érdekében. De hogyan is tudták őseink ezt a munkát végezni, kitéve önmagukat az időjárás viszontagságainak, kipihenhetetlen fizikai fáradtsággal, távol az otthon melegétől? Ez a mai kor emberének felfoghatatlan, hiszen nekik is biztosan voltak ízületi fájdalmaik, lelki krízis helyzeteik, és az ételeik minősége, mennyisége sosem állt megfelelő arányban fizikai megterhelésükkel. És mindezek ellenére végezték kemény munkájukat nap mint nap, újra és újra. 2017. szeptember 9. Rövid visszaemlékezés név szerint a múlt század kubikusaival. A délelőtt folyamán kubikos napi megemlékezésen vettünk részt. Képviselő úrnak mi a véleménye a kubikos hagyományokról? Hát azt gondolom, hogy azon kornak, az 1800-as évek közepétől az 1940-es évek közepéig végéig levő korszaknak, amikor a kubikos hagyományok a legjobban mentek, ennek a korszaknak a legkeményebb férfiairól és hölgyeiről emlékeztünk, megmondhatnám, hogy legkeményebb családjairól. Hiszen a férfiak voltak azok, akik ugye elmentek kubikolni a kubikos talicskával, az ásóval, a csákánnyal, a lapáttal, és a hölgyek voltak azok, akik vagy otthon maradtak, és kitartottak, és a családot eltartották, ami mindkettő óriási munka volt abban az időszakban, hiszen az otthon maradt család az nem látta két nap múlva, meg esténként a családfőt, hanem volt bizony, amikor tavasszal elment a férfi ember, és valamikor ősszel télkezdetén jött haza. Tehát az otthon maradt hölgyeknek is fantasztikus, kemény munka volt, ezért mondom azt, hogy aznak az adott kornak a legkeményebb, legkitartó férfiéről és hölgyeiről emlékeztünk meg ma, és mindig is csak hálával tekintetünk rájuk, hiszen ők voltak azok, akik mindent elkövettek azért, hogy mi ma itt biztonságban élhessünk, hogy felépítsék ezt az országot, és átadják nekünk úgy, ahogy ma látjuk. Ön mennyire tartja fontosnak az ilyen magyar hagyományok ápolását? Hát, mint látható, most is itt vagyok, és amikor csak tudok, akkor eljövök megemlékezni rájuk, és minden hagyománynak az ápolására én azt gondolom nagyon nagy szükség van. Fontos, hogy ápoljuk a hagyományainkat, hogy megemlékezzünk az őseinkre, mert amelyik nemzet elfelejti az őseit, a hagyományait, a kultúráját, az a nemzet el fog veszni. Én biztos vagyok benne, hogy a magyar nemzet még 1000 év múlva is itt a Kárpát-medencében a vezető nemzet lesz, hiszen a magyar nemzet az, amelyik ápolja, őrzi a kultúráját, a hagyományait, és ezt átadja az unokáinak, a gyermekeinek, és védi is ezt más idegen kultúrákkal szemben. Alpolgármester úrnak mi a véleménye a kubikos hagyományokról? Én, ahogy bent is elmondtam, ők azok a névtelen hősök, akik nélkül ez az ország most nem néznek így, nem lennének vasútjaink, árvízvédelmünk, és nem lennének meg ezek a települések is, hiszen ha visszagondolunk, Mezőtúr is csak a központi részén egy kiemelkedésen volt, a többi része az év nagy részében víz alatt volt. Ugye ők azok, akik névtelenül, kemény munkával megváltoztatták a tájat, átalakították, hogy élhetőbb és szebb Magyarországot kapjunk mi az örökösök. És ezért nagyon fontos ez a megemlékezés, mert megérdemlik. Az ilyen jellegű magyar hagyományokról mit gondol a polgármester úr, mennyire fontos ezeknek a hagyományoknak az ápolása? A hagyományok ápolása nagyon fontos, hiszen hitében és hagyományaiban, illetve nyelvében él egy nemzet, és ezt itt is szeretném megköszönni az újvárosi hagyományőrzőknek, hogy megmutatják azokat a régi dolgokat, amelyek talán a mai generációból már kihalnak, hiszen minket még annak idején a nagyszüleink neveltek, szüleink dolgoztak, mi, nekünk volt részünk a tésztagyártástól kezdve a tyúketetésben minden, a mai fiatalok hihetetlen mondva van, aki élő csirkét nem látott, vagy tyúkot nem látott, nem tud főzni, illetve mindent virtuálisan az interneten csinál, ezért nagyon fontos, hogy megismerje azokat a hagyományokat, ahogy dédszülei, szülei éltek, és hogyan teremtették elő a mindennapi falatokat, az élelmet, a ruházatot, hogyan készítették el, illetve milyen ünnepeik voltak, és mit csináltak egy-egy aratás során. Ez mind nagyon fontos, és ez szerintem ápolni kell, és csak köszönetet tudok mondani, aki ezt műveli. Az Újvárosi Hagyományőrző Klub már 13 éve tart megemlékezéseket a kubikus emléknap alkalmából. Ön mit tudna mondani a kubikos hagyományokról? Egy olyan hatalmas, tágterű kérdést tett most nekem fel, hogy erre egy év kevés lenne. Megpróbálok azért dióhéjba visszaemlékezni. Hát kezdjük az 800-as évekbe. Ezek a kubikusok, ugye földművelők voltak, jött a
gépesítés, jött a technika, a forradalom, és felszabadultak a földművelés alól. Ugyanakkor jött országunkba az út, vasútépítés és nagyobb épületeknek az építkezése. Akkor még nem voltak ezek a nagy teljesítményű földmunkás gépek, és igénybe vették a felszabadult munkaerőt, akik nagyon hamar átálltak erre a munkára, hisz valamiből nekik is élni kellett. Közben ugye a 800-as években, 1848-49-ben ugye jött a folyók szabályzása, ott megint rengeteg kubikus kellett, és hiteles íratból tudom, hogy Mezőtúron több mint 3000 kubikus volt, és több mint 100 kordés. Tudnélék, azokon a vasútépítéseken, ahol több nagyobb mennyiségű földmunkákat kellett megmozgatni, ilyen volt az erdélyi körvasút, a szivárgóknak az építése, ott már nem lehetett taliskával azt a több mennyiségű földet elhordani, hanem lovak után csináltak egy olyan fából összeállított puttonyt, ami hivatalos köbméter egységnek megfelelt, és annak alapján hordták, ugye a pallérok ezt a fordulókot számolták. Amit itt is elhangzott, hogy ez a kubikus világ igen kemény munkával, testük minden részével dolgoztak. Ugye ezeknek is csak voltak vidám percei, családjuk volt, szórakozni szerettek, maga módja szerint. Szűk anyagias körülmények közt nem sok lehetőségük volt. De összeültek ilyen kalátkába, daloltak, táncoltak, zenéltek. Az, hogy idáig eljutottunk az Újvárosi Hagyományőrző Klub segítségével, mert korábban az első 10 évben a munkáspárt segített ezt a ünnepséget lebonyolítani, de akkor a hatalmas hagyomány meg történelem volt ez már a város részére, így a város felvállalta, hogy ünnepnappá fogja nyilvánítani, és a rendezvények lebonyolításába most már segíteni fog. Kimeríthetetlen ez a kubikus világ. Minden alkalommal 5 családot látogatunk meg, mindig más-más irányból világítsák meg azt az életformát, amit a 800-as meg a 900-as években éltek. Na most azt tudni illik meg, még az valós dolog, hogy a technikának nem lehet ellenállni. A kétkezű kubik munkának 90%-a mámamán a gépesítés kiszorította. Lásd a dömpéreket. De itt vannak ezek a nagy teljesítményű markoló, rakoló gépek, amik pillanatok alatt elvégzi egy kubikusnak egész napi munkáját pár perc alatt. Ennek ellenállni nincs értelme, nem is akartak, és ezek a kubikusok próbáltak valamilyen formába, abba a társadalmi rendszerbe, amiben éltek, megélni, még annak árán is, ha tanulni kellett nekik. Most ezek a kubikusoknak, ami szinte mindegyikre vonatkozik, egész évben kubikolással foglalkoztak, nyáron arattak, sípeltek, télen más választás nem volt, itthon pihentek. Mivel megvolt az egész évi gabona családnak, az itthon maradt családtagok, a feleség, a gyerekek, még a legkisebbek is besegítettek abba, hogy a mindennapi kenyérhez legyen egy kis más élelem is. Jószágot neveltek, szárnyas jószágokat. Egy kicsivel gazdagabb helyen már volt tehén is, de nem mindenütt. És itthon a családfő, az édesanyja azt gondoskodott a gyerekeknek az iskoláztatásáról.
45 után már nem volt gond az iskolával, mert mindenkinek el kellett végezni a 8 általánost. De korábban, mint ahogy hallottuk, sajnos 2 éves korban meghalt a szülei a Kubikosnak. Őnek a munkájától 2 elemire volt lehetősége. Mit tudott megtanulni 2 elemén? Aláírni, meg esetleg a pénzt megszámolni. A többit magának kellett összeszedni, amerre járt. Hisz bejárták a világot ezek a kubikusok, a mai nap is tudunk Kanadáról, tudunk Angliáról, tudunk Franciaországról, meg a tengeren túl Koreáról. Ott vitték magukkal a talicskát, vitték a szerszámot, kubikoltak, és az ottan embereket is megtanították kubikolni. Már az 50-es években találkoztak a mérnökök a magyar kubikos köbméterrel, a magyar kubikos hiteles talicskákkal, a 4 küllős szentesi és a 5 küllős vásárhelyi talicskákkal. Na ezt itt összefoglalva, én úgy gondolom, bőven van még mit meríteni ebből a kubikos világból, és én próbálom azt hamisítatlanul elmondani, amit a családok nekem információként elmondanak. Ez így történt a mai alkalommal is. Az Újvárosi Hagyományőrző Klub miért tartotta fontosnak a kubikos hagyományok ápolását? Hát ez egy nagyon, hogy mondjam, érdekes kérdés. Tudnélik mezőről kapott egy kubikos szobrot. Ahhoz 20 évig senki egy szálvirágot nem vitt, senki nem is tudta, hogy miért került oda. A mai 13. alkalommal lévő ünnepségünk első ünnepsége lényegében úgy kezdődött, hogy elromlott a biciklim, és pont ott mentem hazafelé a kubikos szobor előtt, és gyerekek játszottak a kubikos szobornak a alkotásá. Csákány volt rajta, ásó volt rajta, lapát volt rajta, ez mind szúrószerszám. Oda mentem most hozzájuk, azt megkérdeztem, tudjátok, hogy mi az a szobor? Mink ezen szoktunk játszani. Egy pár szóval elmondtam, hogy ez a szobor lehet, hogy a nagyapádat örökítette meg, vagy ha idősebb apád volt, idősebb apádnak a szorgalmát örökítette meg. Jobb lenne, ha leérnétek róla, mert felakadtok rá, elszakadt ruhátok, vagy leestek, azt még komolyabb is lett. Hát mondhatnám azt, hogy szinte megfogadták legalábbis abban néhány másodpercben, és ekkor jött az ötlet, hogy ezt a kubikos szobornak a itteni elhelyezését, meg maga a kubikos szobor milyen célból került ide, meg ez a kubikos szobor mit akar mondani, én kezdtem el 2004-ben először ennek utána járni. És utána jöttem rá, hogy hát ennek a kubikos világnak hatalmas múltja van, hatalmas történelmi dolgai vannak, ezt érdemes lesz talán egy kicsit mélyebbről megkapargatni ezeket a dolgokat. Hát sajnos nagyon sok minden felszínre került, ezt két percben elmondani nem lehet. Ezért kérem a kubikos családoknak a segítségét, ezért kértem a szobrász művésznek a alkotásának a meglétét, hogy na, milyen apropóból alkotta meg. Lényegében ez a szobor a kubikos. Mert ugye a kubikosok közt, ahogy elmondták itt máma is, hogy milyen ruházatot viseltek, más a szentesi, más a karcagi, más a mezőtóri, és sajnos ugye sokan véleményezték, hogy hát a mi kubikosaink nem hordtak kötényt, de a kubikos hordott. Ki melyik tájról jött. Mikor ennek utána jártam, akkor jöttem rá, a családomban is nem is egy kubikos van, sőt, apám is földmunkákkal dolgozott, elkezdtem a fényképeket gyűjtegetni, elkezdtem az adatokat gyűjtegetni, így kiderült, hogy
Hát én is kubikos sarja vagyok. Ekkor kerültem én a Hagyományőrző Klubhoz, innestől kezdve a Hagyományőrző Klub felvállalta ezt a kubikos szobornak a koszorúzását, és 2004-től minden évben meg fogjuk tartani, azt mondtuk, hogy megtartsuk minden évben. A mai nap azt bizonyítsa, hogy egyre többen vagyunk. Gyertyű utása feltéren a Vészabó Bálint családtagját, aki 1887-ben született, ő eddig a legöregebb olyan kubikos, akinek a múltjáról meg tudtunk emlékezni. Kérem a haragjelkel gyújtsanak. Köszönöm szépen. Emlékezzünk Simon Andrásra, 1905-ben született, szülei nőkre, nem jó. 1905-ben született, nős hadgyermek édesapja. Felesége Varga Erzsébet, szülei földműveléssel foglalkozta. Iskolai végzettsége 4 elemét, 21 éves korában ismerkedett meg a kubik munkával. Vékony testalkatú, kitartó emberként ismerték. 1927-ben megnősült. Munkahelye, Tatabánya, Budapest, nagyobb építkezés alapozásán, majd út és vasút építésnél dolgozott. Részt vett a II. Világháborúban. 1947-től tanyai lakos visszatért a mezőgazdasági foglalkozáshoz. 1951-ben kétói szabadságtermelő szövetkezetben dolgozott, 1980-ban élete útján befejezte. Felkérem az alpolgármester urat, hogy szíveskedjék át a rendéklapot és a ajándékot a család részéről valaki bejárt. Számot vetett, fuvarodott.
28 évesen megnősült, 1938-ban vasútépítkezésnél kordé. 1942-ben Erdély kővasút építésnél Déva, Brassó, Bukarest, Robaskordéval hordta a földet több éven keresztül. 1944-ben visszajött Magyarországra, továbbra is kordélott a Körösök gátjai. Több alkalommal hozott sót a város részére fuvaros társaival Erdélyben. 1949-ben városunkban lakta nélkül, ahol építőanyagot fuvarozott. 1953-ban államosították a lovas fogadát. Ekkor került az államszolgáltatóhoz Kubik munkára. Villanyoszlop cseréjét végezték. Elvégeztünk az elemét, villanyszerelőnek tanult, szakmunkát bizonyítvány kapott. Kiváló dolgozó, kitüntetés tulajdonos. Több újítását elfogadták, igyekezett tudását gyarapítani, a munkáját segítette. 60 évesen nyugdíjba ment, 1979-ben véget ért a földi tevékenysége. Gyógyíthatatlan betegség, rövid időn belül elszólított a déli sorába. Felkérem a családom. Emlékeztek Kap Istvánra, beceneve Mérges, 1912-ben született, nős, 7 gyermeket nevel fel. Felesége Beregszász Elédia, iskolai végzettsége 8 általános. Szülei kubikosság mellett paraszti munkával foglalkozott. Gyermekkorában neki segített. Kubik munkája járt 20-as évek második felébe kezdte. Románia, Rahó építés, háború után Magyarország, Balatonföldvár, Ajka, Budapesten, Kubikon. Nyáron tartott Schaeffer első emberként vállalta a munkát. Szocialista rendszerben Béke T.S. tagja, majd később brigádvezető a kertészetben. Felesége kaszinószolga, szabad idejében neki segít. Munkahelyen kiváló dolgozó kitüntetést kapott. Budapesti gyalogmenet során Tajistát tolva, sírig tartó barátság kovácsolódott a többi politikussal. 1976-72-ben meghalt. Kérem a családtagot legyártani. A emlékeztetőt emlékezünk Vészabó Bálintra, kubikus. 1887-ben született gyermektelen. Felesége Szabó Rozália. 3 menhelyi gyermeket nevelt. Úgy, mintha sajátja lenne. 4 elem iskolát végzett, saját apja által ismerkedett meg a kubikus munkával. Nem volt más választás. Elvég a vasúti szivárgóknál éveken át későbbiekben Budapestre járt többi kubikus társával kubikolni. Tanulékony ember volt, megismerkedett a természet szépségével, virágkertészettel foglalkozott szabad idejébe. Teltek az évek, hazajött Mezőtúra dolgozni. Kubik munka mellett kertészkedett, téren favágás vállalt. Évek során a korábbi betegsége ismét kiújult, 1950-ben betegsége követelte az életét. Felnevelt gyermekei jó emberként emlékeznek rá. Neki is sikerült egy olyan családot alapítani feleségével, amiben az egymás iránti megbecsülés fontos volt élete végéig. Kérem a Szabó Bálint kubikus családtagját szívesen átvenni a emlékeket és a ajándékot.
kubikusoknak is voltak vallása, volt feltérni égen tanára, szíveskedjék egy pár gondolattal visszaemlékezni arra az időszakra, amikor ennek a kubikusok éltek. Hölgyeim és uraim, nagy szeretettel köszöntöm én is Önöket. Áldás békesség! Valószínűleg hallottuk ezt a köszönést jó száz évvel ezelőtt is Mezőtúron sok embernek az ajkáról. Ebben az időszakban, az 1980-as években viszonylag sok minden történt. Nem csak az országban, a világban, Európában, hanem Mezőtúron is. Rengeteg minden változott, rengeteg minden épült, aminek az akkori emberek a tanúi lehettek. Változások voltak, hiszen az 1800-1800-as években alakult ki a városnak az a képe, vagy legalábbis kezdett kialakulni a városnak az a képe, amit mi ismerünk most, hiszen építkezések kezdődtek, mind a belvároson, mint pedig aztán a későbbi újvárosi részen, hiszen tudjuk azt, hogy ebben az időszakban kezdett el felépülni például a gimnáziumoknak az épülete, az általános iskola ott a Kossuth téren, de az 1800-as években kezdett el kialakulni az újváros is, hiszen ebben az időszakban azokat a régi területek, amelyek annak előtte szőlőskertek voltak, egyre inkább beépítették, és lakóházakat építettek azokra a helyekre. Vallásilag nehéz korszak volt ez az időszak. Mondhatnánk mi, hiszen hogyha belegondolunk, hogy mi minden történt ebben az időszakban, akkor elmondhatjuk, hogy a felvilágosodás korszaka, a gépiesedés korszaka, például a vallása is rányomta a bélyegét. De ha megnézzük, hogy mi volt ebben az időszakban itt Mezőtúron, akkor rájövünk, hogy talán pont itt, ezen a részen, ebben a városban ez nem éreztette hatását. Hogy mennyien éltek ebben a városban akkor, az 1800-as években, annak közepén inkább, illetve vége felé, város lakossága 24 ezer fő volt tanyavilággal együtt. Ebből reformátusoknak a száma 20 ezerre tehető nagyjából. Katolikusok, római katolikusok nagyjából 2500 voltak itt a városban, tehát elmondható, hogy valamely egyházhoz tartozónak vallották magukat. Amikor Újváros elkezdett kiépülni, nem csak hogy a nagy templom belvároson érkezett el a század végére, a század száz éves évfordulójára, hanem felmerült egy olyan igény, hogy Újvároson is templomot építsenek az ott élő emberek számára, akik ekkor reformátusként nagyjából 5000-en vallották magukat annak. Érdekes lehetett az a kép, amely akkor ott a templomba járóknak az életét, illetve a kinézetét elég vetíti. Örülök, hogy hallottam az öltözékről. És lelki szemeim előtt valahogy bevillant az akkori templomos embereknek a képe, az ott levő gyülekezetnek az összetétele, mennyien lehettek abban az öltözékben, ott a templom vacsoraiban. Mennyien lehettek azok, akik amikor tudtak, elmentek a maguk szép öltözékében, a maguk szép ruhájában, családtagjaikkal együtt. Egy fontos volt a hit, tudom. Hogy nekünk fontos a hit, azt nem csak, hogy tudom, hanem érzem is. Tudom azt, hogy azoknak az embereknek akkor, amikor végezték a maguk nehéz munkáját, a mindenható Isten adott erőt, ahhoz, hogy mindazt, amit el kell nekik végezniük, azok között, a körülmények között, amit doktornőtől, képviselőasszonytól is hallhattunk, nem volt mindig egyszerű, de el tudták végezni. Lelki erő, ez az, ami kellett nekik, és lelki erő, ami kell nekünk ahhoz, hogy emlékezzünk. Legyen áldott az ő emlékezetük, és én kívánom,
hogy minél többekkel találkozhassunk azokban a közösségekben, ahova ők is annak idején a dolgozó emberek eljártak, hogy hálát adjanak a mindenség urának. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, Isten áldja önöket! Kedves nézőink, önök az Árt Kultúrát látták, legközelebb pedig egy hét múlva találkozunk. Addig is minden jót, viszontlátásra!